állatok világnapját tartották, Lóháton énekeltek, újraélesztés a testnevelési órán, megyei elismerés Karcagi Nagy Zoltánnak. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. október 15-én 18 óra 5 perckor. Kisállat bemutatót rendezett a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola. Mint Földváriné Simon Ilona igazgató elmondta, ezen a délutánon az iskola udvarára kedvenceiket hozhatták el a diákok megmutatni társaiknak. A megjelenésben a szülők és a nagyszülők is segítettek. Így voltak kutyák, cicák, baromfik, hörcsögök, nyulak, teknősök, ló, kismalac, lúd, hangya, sáska és sün is. Az állatok világnapjára emlékezünk, és a diák önkormányzat minden évben meg szokta hirdetni ezt a programot, és a diákjaink, a tanulóink elhozzák a kis házi kedvenceket, és itt bemutatják ezeket a kis aranyos kis állatokat. Korábban végeztünk egyfajta felmérést, és a felmérésnek az az eredménye, hogy szinte minden gyereknek van odahaza, vagy nagymamánál valamilyen kedvenc állata. Nagyon jó az időjárás, itt vannak a kedvenc állatok. Hát a kutyák, a cicák, a nyuszik mellett felhozták a gyerekek, a szülők, illetve a nagyszülők is. Felhozták például, van malacunk, van sáskánk, aztán pónilovat is hoztak az anyukák, lehetett itt a pónilovon lovagolni. Nyilván a gazdája, a kis Kata, Bene Kata, ki is próbáltam, és hát hirtelen el se tudnám sorolni, annyi kedvenc állatot hoztak, hangya, bó is található, tehát tényleg nagyon, nagyon szerteágazó a felhozatal, úgyhogy most nézegetjük, jönnek át az óvodából nagy csoportos gyerekek, jönnek a varró négyből, tehát az alsó tagozatos tanulóink, és hát mindenki nézi a kis kedvenceket, és így emlékezzünk tulajdonképpen az állatok világnapjára. Én nagyon örülök, hogy azt látom, hogy a gyerekek tényleg a kedvenceket, az állatokat nagyon szeretik. Én úgy gondolom, hogy így lehet őket az állatok szeretetére nevelni, és nagyon fontos, hogy az állatok védelmére is majd a későbbiekben. A rendezvényel az állatok szeretetére és a róluk való gondoskodásra hívták fel a figyelmet. Tavaly is úgy volt, hogy kis emléklapot és apró jutalmakat kaptak a gyerekek, nem csak azért, hogy felhozzák az állatokat és bemutatták, hanem ezzel is próbáljuk azt sugallni a gyerekek fele, hogy igenis fontos az állatoknak a szeretete, és ha otthon lehetőség van erre, vagy például nagymamánál, akkor tegyék ezt meg. Lóháton énekeltek és zenéltek a gyerekek. A karcagiak körében is népszerű Porszem Lovas Egyesület és barátaik színes programokat kínáltak a közönségnek. Lovakkal, kutyákkal, madarakkal, táncosokkal, akrobatikus rock'n'rollal, rengeteg nevetéssel, élménnyel és szeretettel várták a gyerekeket. Minden évben fő attrakció a Földesi Madársuli bemutatója. Új szám a sündetektorállomás. A Hajrá Anyu Egyesület puszta olimpiát szervezett. Nagy népszerűségnek örvend az aszfaltrajzverseny, és természetesen lovagolni is lehet, sőt, Lóháton énekelni és zenélni, hiszen minden porszemes valamilyen hangszeren is játszik. Kerékgyártó Csabi és Timi énekelni fog musical részleteket, és utána a gyermekek táncolhatnak is az állatok körül. A bemutatók során a lovakon kívül egyéb állatok is szerepeltek. Az egyesület tagjaival rendszeresen lehetett találkozni, hiszen a Porszem Egyesület tagjainak sok állata van.
kecskék, sünöklibák és egyéb két, négy, illetve soklábú csoda. Az állat, legyen az kutya, macska, sündisznó vagy bármi kétlábú, négylábú, rendkívül jó nevelőeszköz. A szülő szinte mindent elérhet azzal, hogyha megengedi, hogy a gyermeke állatot tartson, és rá tudja venni olyan dolgokra, amit szerintem állat nélkül egy kicsit nehézkes lenne. Az Egyesület évek óta együtt dolgozik a madársuli csapatával, akik madárreptetéssel szórakoztatják a közönséget. Ugye ő a baglyok világát hivatott bemutatni, a gyerekekkel megismertetjük a baglyok életét, mi az, hogy csőlátás, miért puha bagolytolla, hogyan vadásznak az éjszak, ugye a mindennapokban, hogyan tanulnak a madarak, tehát mindent, amit a bagolyról hivatott bemutatni, ezt törpikén szemléletesen bemutatjuk. Beszél! A Porszem kutyás programokban engedelmességi feladatok, játékos bemutatók lesznek láthatóak, ahol a közönségnek is aktív szerepet szánnak. Novának hívják, és ő egy belga juhász, más néven Malinoa, 8 hónapos, és nagyon-nagyon okos, szóval nagyon gyorsan meg tudtunk neki tanítani minél több feladatot. Az ül, fekszik, pacsi, beszél, az most már nagyon gördülékenyen és minden körülmény között megy neki, viszont gyakoroljuk még a szépen ült, azt, amikor így tartjuk a kezünket és átugrik rajta, és hát nyilván a dog dance lenne a cél, de még csak ott járunk, hogy lóháton utazunk, és próbálgatjuk a szárnyainkat. Az állatos programok folyamatosan változnak. Egy Jászlóskun-Szolnok megyei iskolában kérték a mentők gyors segítségét, mert egy 17 éves diák összeesett a torna órán. A segítségére siető tanár rögtön megvizsgálta a tanulót, aki nem lélegzett. Amíg a mentés irányító folyamatosan instruálta a pedagógus az újraélesztésre, nem csak a legközelebbi esett kocsit, de a helyi orvosi ügyeletet és a mentőhelikoptert is a helyszínre riasztotta. A 9. B osztályon voltam, és az egyik diákunk az óra végeztével a kötélmászástól egy pár lépést tett, három lépést tett meg sajnos, és utána összeesett. Odaszaladtam, a segítségére siettem, és megállapítottam, hogy nagyon nehezen tapintható a púzusa, stabil oldal fekvő helyzetbe helyeztem. Megvizsgáltam a szájüregét, szabaddá tettem, és ezek után, ahogy vizsgáltam a púzusát, már nagyon-nagyon nehezen volt tapintható a púzusa. Kezdett leállni a légzése is, és akkor egy perc volt, ami azt hiszem eltelt, és utána sajnos leállt a keringése teljesen. Ekkor kiküldtem az osztályát, és még az volt a szerencse, hogy a kolléganőm Szél Anikó tanárnő lent volt az osztályteremben, és ő telefonon értesítette a mentőket, illetve az orvost, és utána, miután kiküldtem a gyerekeket, akkor ezek után elkezdtem az újraélesztését a diákunknak, és ezek után megérkezett a házi orvosunk elég gyorsan, és utána fel tudott engem váltani ebben az újraélesztésben. És amikor ez megtörtént, akkor gyakorlatilag megkért, hogy szaladjak el a defibrillátorért, elszaladtam, ugye a portán szoktuk tárolni ezt a defibrillátor készüléket, és visszasiettem vele, és utána Kupecki Ádámmal elkezdtük az újraélesztést. Addig a diákok az iskola nyilvános defibrillátorát is odavitték a beteghez, és több sokkot is leadtak. A perceken belül érkező mentők átvették, és emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően végül sikerre vezetett. Stabil állapotban szállították el, azóta igyekeztünk a kórházzal kapcsolatot tartani, amennyire nem zavarunk. A ma reggelre már az a hír érkezett, hogy nincsen lélegeztetőgépen, oxigénre még szüksége van. Ennyit tudunk, hogy a keringése, vérnyomása, légzése visszatér, de természetesen még kórházi intenzív kezelésre szorul. A szülők is, mi is azt a tájékoztatást kaptuk, hogy agyi sérülések nincsenek, illetve hogy a légzés az, ami egyre erősödik. A mentők stabil állapotban légi úton szállíthatták kórházba a fiút. Karcagi Nagy Zoltán életműdíjas nótaénekes, Jászlóskun-Szolnok megyei közművelődési díjban részesült.
köszöntöm itt a stúdióban. Kedves csókolom, én is köszöntöm. Köszönöm szépen a meghívást. Hegedűjén a magyarnak, úgy zokog a magyar nóta, mint hogyha egy egész nemzet eltemetett álma volna. Akárcsak a magyar rónák szívdobbanása lenne, olyan mindegy, hogy az öröm, vagy a bánat sír föl benne. Vas Alberttől olvastam fel egy részletet a Magyarok dalolnak című művéből, amely nagyon szépen méltatja és említi a magyar nótát. Ezt nevezhetjük egy hitvallásnak is. Ön számára ezt jelenti a magyar nóta. Hogyan kezdődött a nótával, a magyar nótával való kapcsolata annak idején? Hogyan találta meg az ön lelkét? A Karcagon többen emlékeznek a régi zenekarainkra, amikor beat zenét játszottunk, én énekeltem és basszusgitároztam benne. Aztán jött a katonaság. Ugye akkor még ez kötelező volt, és 84 februárjában engem is elkapott ez a dolog. Na a lényeg az, hogy ott a katonatársakkal rengeteget énekeltünk, és mindig mondták, hogy Zoli, hát miért nem próbálod meg ezt, olyan jól csinálod, miért nem mi ezzel mész tovább, és én szót fogadtam nekik, megpróbáltam, és hát katonaság után Márkus Icával, a híres énekesnővel tulajdonképpen megtaláltuk egymást, mert ő is rám talált, neki is kellett egy fiatal kollega, akivel újat tud mutatni a műsoraiban, és nagyon sok fele elvitt magával, meg jó tanácsokkal látott el, és így indult tulajdonképpen a magyar nóta, meg hát az természetes volt, hogy nálunk vasárnap a déli ebéd az mindig csak a Jó ebédhez szól a nóta című rádióműsorra, mert édesapám is nagyon jól énekelt, jó hangja volt, édesanyámnak szintén jó hangja van, úgyhogy valahogy így alakult ki ez a vonzalom. Tehát a családban is megvolt az indítatás, mert olyan közegben nőtt fel, ahol szerették a magyar nótát és énekelték is. Meg általában a zenét, igen. Meg általában a zenét. Ugye kell-e ezt is tanulni, vagy ez csak úgy jön és tudja az ember a magyar nótát énekelni? Gondolom voltak ilyen tanulási időszakok is. Akkor ugye szinte magától tanult az ember, mert akárhol lakodalom, családi rendezvény, akár egy vendéglőbe bementünk, és ott zenekar volt, rögtön az éneklés következett az első egy-két kort után, mondjuk így. De aztán a magyar nóta stílusát, a szép éneklését, azt már tanulni kell. Azt már tanulni kell, és Vörös Sári volt a tanítómesterem Budapesten. Sorsom úgy alakult, hogy megtehettem azt, hogy minden csütörtökön fel tudtam menni Budapestre, a OSK stúdióba, a Szofia utcába, és ott tulajdonképpen 2-3 évet tanultam Vörös Sárinál, és ő elmagyarázta nekünk, hogy mint egy verset úgy kell elmondani a magyar nótát, ne legyen szerelmes a hangjába, így fogalmazott. Tehát itt nem az a lényeg, hogy nagy hanggal, meg hogy mondjuk azt, hogy ordítva, ne. Szépen, finoman, esetleg jókedvűen, attól függ, hogy mit ad a nóta, és hangsúlyozottan és érthetően értelmezve kell előadni. Tehát akkor megvolt a tanulási időszak, de gondolom, hogy vizsgákat is kellett tenni, ehhez tartoznak ilyen momentumok is, gondolom. Pontosan, kőkemény vizsgák voltak, zenet elméletből, történetből, szolfésból, és hát természetesen cigányzenekar volt a kategória vizsgán, és ott élőben el kellett énekelni a zsűri előtt, a szakértőkből álló és ismert emberekből álló Pongrácz Zoltán tanár úr, ő például a Összhangzattan könyvet írta. Ő volt a zsűri elnöke. De ott ült Vörös Sári, Puskás Sándor, akik emlékeznek, nagyon híres énekesekről van szó. A rádiótól is ott volt Máder László, ennek majd később jelentősége lesz, mindjárt mondom. És a Liliomszál, ha egy kicsit mosolyognál, lengedeznél, hajladoznál, ezt énekeltem, ez egy műdal, és gyönyörű szép kísérete van ennek, és bizony a zenekar, hát úgy jártunk, hogy ezt nem igazán ismerte. Én énekeltem, de nem tudtak jönni utánam valahogy. Azt mondták, álljon meg fiatalember. Fölállt Pongrácz Zoltán, aki a könyvet írta, kiváló szakember. Odaült a zongorához, és úgy lekísérte, és én énekeltem közben, hogy a hátamon végig szaladgált a hideg, mert tökéletes volt, és így kaptam meg az A kategóriát, a legmagasabb kategóriát. Ez már a második vizsgám volt az OSK-n, először B-t kaptam, utána kezdtem el tanulni Vörössárihoz, tehát elsőre már B-t kaptam, és utána mentem tanulni Vörössárihoz, és ő fölhozott az A kategóriára, úgyhogy ott ült a rádió szerkesztője Máder László, azonnal meghívott a rádióba felvételre.
Említette, hogy cigány zenekar. Ez 87-ben volt. Említette, hogy ugye egy cigány zenekar kíséri, tehát az autentikus magyar nótát énekli. Hogyan állít össze egy műsort, hogyha van egy fellépésre való felkérés? Hogyan áll össze egy műsor? Én annak a híve vagyok, hogy a közönség között nagyon sok olyan ember ül, aki nem kimondottan a magyar nótára kíváncsi, bár azt is elfogadja és nagyon szívesen meghallgatja, de nem azért rajong, hanem mondjuk rajong az örökzöld dalokért, a mulatos dalokért, esetleg a cigány dalokért. Tehát én megpróbálom úgy összeállítani a műsoromat, és legutóbb Kuncsorbán jártam, ahol egy másfél órás műsort kértek tőlem, szokatlan, de meg tudom oldani azt is. És olyan volt a végén a hangulat abban a teremben, mivel hogy azt kérték, hogy ne altassam el a közönséget, hanem most ilyen jó pattogósokat kérnek, hát persze azért belecsempésztem két szép magyar nótát, amit mindenki ismer, de a végén igen, úgy vettem a figurát, úgy állítottam össze, hogy ahogy kérték, és nem engedtek le a színpadról, úgyhogy folytatni kellett tovább olyan sikerrel, úgy sikerült összeállítani a műsort. Tehát egyébként a magyar nóta klasszikus összeállítás egy nóta blokknak hallgató, az andalgó, a lassú csárdás és jön a friss. Tehát ez egy ilyen felépítés, aminek a vége ugye egy nagyon vidám, hangulatú és pattogós ritmusú, könnyen befogadható befejezés. Én köszönöm szépen a beszélgetést, kívánok nagyon jó egészséget és jó kedvet ahhoz, hogy folytassa ezt a hivatását, mert hiszen ez egy hivatás, és kívánom, hogy lelje örömét benne, és a közönség is ezáltal. Nagyon szépen köszönöm, önnek is minden jót kívánok, és köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!